Éres szóváltásokba torkollott az elnökjelöltek első televíziós vitája Franciaországban. A felmérések szerint a centrista Emmanuel Macron volt a legmeggyőzőbb, aki megerősítette vezető pozícióját a bevándorlás ellenes Marine Le Pennel szemben. 5 jelölt, 5 nagy téma. Erről szólt a francia elnökjelöltek első televíziós vitája. Az első heves szócsata a bevándorlásról és a burka betiltásáról alakult ki. Le akarom állítani a bevándorlást, ez egyértelmű. A legálisat is, az illegálisat is, jelentette ki a szélső jobboldali Nemzeti Front jelöltje, aki a burka betiltása mellett érvelt. Legnagyobb ellenfele, a centrista Emmanuel Macron szerint Le Pen megosztó és iszlám ellenes. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Madame Le Pen. Ön a provokációival megosztja a társadalmat. 4 millió iszlám vallású francia nőt és férfit a köztársaság ellenségének állít be, vélekedett az egykori szocialista gazdasági miniszter. A konzervatívok elnökjelöltje, aki nemrég torony magas esélyesnek számított, de korrupciós botránya miatt a harmadik helyre csúszott vissza, szintén szkeptikus a bevándorlással szemben. Egyáltalán nem értek egyet Emmanuel Macronnal, aki Berlinben méltatta a német kancellárt a bevándorlás politikájáért, ami nyilvánvalóan rossz, és már a saját szövetségesei is bírálják, mondta François Fillon, aki a vita hevében sorozatgyilkosnak nevezte Le Pent. Szerinte ugyanis, ha visszavezetnék a frankot, ahogy a szélső jobboldali jelölt tervezi, gazdasági és társadalmi káosz alakulna ki. Jean-Luc Mélenchon, a szélső baloldal jelöltje azt ígérte, új alapra helyezni a köztársaságot, ha ő lenne az Élysée palota következő lakója. Benoît Hamon szocialista jelölt pedig kijelentette, hogy őszinte és igazságos elnök lesz, akit nem befolyásolnak a lobbik és a pénz. A 3,5 órán át tartó vitát 10 millióan nézték meg. A felmérések szerint Macront ítélték a nézők a leginkább meggyőzőnek. A megkérdezettek 30%-a szerint ő a legmegfelelőbb jelölt. Sok azonban a bizonytalan választó, ami Le Pennek kedvez. Az elnök választás első fordulóját április végén, a másodikat pedig május elején tartják majd Franciaországban.